A karcagi rendőrök gyanúsítottként kihallgatták a feltételezett elkövetőt. Ismeretlen személy 2021. február 7-én 20 óra és 22 óra között a Karcag belterületén kihelyezett és Karcagváros önkormányzatának tulajdonában lévő 4 térfigyelő és rendszámfelismerő kamerát megrongálta. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a karcagi rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a helyi férfit, aki elmondta, hogy dühét kívánta levezetni, és egy farúddal leütötte a kamerákat. A karcagi rendőrkapitányság rongálásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a férfi ellen.